Jelentős értéket vitt magával az elkövető, aranyékszereket, illetve egy értékes órát, mintegy 6 millió 200 000 forint értékben. Aztán a kettő közötti időpontban történt a focipálya büfében szintén egy betörés, ahonnan mindössze 34 tábla csokoládé, vagy 34 szelet csokoládét vitt el elkövetőnk. Nyilatkozta tévénknek Répásiné Rózsa, a kalocsai kapitányság szóvivője még tavaly márciusban. Ugyanis ekkor azonosították be, és vették őrizetbe az elkövetőket. Üvegszilánkok a földön, hatalmas lyuk az üvegajtó közepén a rendőrségi felvételeken. Az ajtót berúgva jutott be a házba az ügy vádlottja, egy 23 éves hajósi férfi, még 2017. januárjában, ahonnan arany ékszereket és egy aranyozott órát lopott el. Mintegy két hónappal később ismételten visszatért a házhoz, ekkor is a bezárt ajtót berúgva jutott be, és ezüst ékszereket lopott. A 23 éves tolvaj a két lopással több mint 3 millió forint kárt okozott a sértetnek, aki kérte a kár megtérítését. A vádlott február végén, ekkor már társával, egy 19 éves, szintén hajósi fiatalemberrel a város futball pályáján járt, amikor észrevették, hogy a büfé ablaka nincs bezárva. A fiatalabb vádlott benyomta az ablakot, majd mindketten bemásztak. Egy dobozból összesen 34 darab, 2800 forint értékű csokoládét vettek magukhoz, majd távoztak a helyszínről. A fiatalabb vádlott még ugyanazon a napon este visszatért a büféhez, és ekkor 10 csomag szotyolát és tökmagot lopott több mint 1000 forint értékben. A 19 éves tolvaj elmesélte bűntársának az újabb lopást, amitől az idősebb bűntárs is vérszemet kapott. Egy nappal később ő is visszament a büféhez, és 4 csomag tökmagot zsákmányolt 470 forint kárt okozva. A büntetett előéletű vádlottak közül az idősebb jelenleg szabadlábon van, még bűntársa egy másik ügyben kiszabott szabadságvesztését tölti. Az idősebb vádlottat nagyobb értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntettével és üzletszerű lopás vétségével vádolja a járási ügyészség, még bűntársának kizárólag üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt kell felelnie. Bűnösségükről a kalocsai járásbíróság fog dönteni.